Сейчас просто запомним. Tolna Vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Szakályközség új, Magyar Falu pályázaton beszerzett falugondnoki kisbuszát próbálta ki az ünnepélyes átadót követően. Az előző évek folyamán több projekt valósult meg Magyar Falus forrásból a választókerületében található településen. Mint mondja, a kisbuszos az egyik legnépszerűbb pályázat az 5000 fő alatti falvak körében. Ez a 32. ilyen gépjármű, ami az én körzetembe került. Egyébként az 58 településből 56 tud pályázni ebben a programban, hiszen 5000 lélekszámnál kisebb települések tudnak a Magyar Falu programba pályázni, és ezzel a busszal pedig szinte mindennapos, nem szinte, hanem mindennapos feladatokat látnak el. Tolna Vármegye 2. számú választókerületében több település élt azzal a lehetőséggel, hogy a régi falugondnoki buszát határon túli, civil vagy egyházi szervezet számára ajánlotta fel. A pályázat elbírálásakor ez pluszpontot jelentett a pályázó önkormányzat részére. Szakályközség önkormányzata a romániai Maros megyében található Sóvárdának ajándékozza a kisbuszt, ahol iskolások szállítását fogja szolgálni majd a jövőben. Az új pedig a tolnai település életét segíti. 15 millió forintba került ez a busz, és a régi buszt pedig kivisszük külhoni településre, Erdélybe, a Sóvárad községnek fogjuk odaadni a régi buszunkat. Az új busz akárcsak a régi, minden nap használatban lesz a jövőben. Fuvarozzák vele az iskolásokat, ebédet szállítanak ki a szépkorúak számára, de ha a falu kitelepül egy-egy rendezvényre, azt is ezzel a járművel oldják meg a jövőben.